Néha jó irányba, de néha a szakadék felé is téged ez az ösztönösség, vagy kréziség, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzük ezt, majd ahogy múlik az időt. Szóval az egyik ilyen dolog az például a féltékenységed. Megmutatjuk, hogy mit mondtál ma erről. Hát, olyanokat csináltam, fiatalok, mindegy, ilyen szerelmi tébolyban, még a házasságom előtt, őrületes kapcsolat, és annyira féltékeny voltam a pasira, akivel együtt, nem, és jó volt a szimat, hogy én ott hagytam az előadást. Figyelj! Ott hagytam, és szóltam az osztálytársam nőknek, hogy ő menjen vissza, és hogy ő a randevúra. Ezek ilyen egymondatos szösszenet szerep volt, de ilyen a bolygón nincs. Egyszer volt egy nagy baleset az életemben, akkor 6,5 hónapos terhes voltam a lányommal, még 24 évesen, és előadás után elindultam még egy régi csodába, Nyíregyházára, este 11-kor. Rám tört a magányosság érzése, a féltékenység, a félelem attól, hogy vajon egy szülés után akkor én majd kellek, még nem kellek. Felelőtlen voltam is, és hülye. 83 métert szállt el a kocsi. Ezt egyszerűen nem is értem, hogy azt hogy lehetett karcolást nélkül megúszni. Most már értem, hogy miért mondtad azt, hogy hülyeség, de most ezzel nem akarok visszaélni, de hogy a lányod benne ült a hasadban, és te egyszerűen bepattantál éjszaka az autóban, mert féltékeny voltál. Előadás után. Előadás után hulla fáradtan, és elindultál sötét éjszakában, mert azt érezted, hogy ellenőriznöd kell, hogy megcsalnak, vagy nem. Igen. Hú! Igen, ez szili. Ez szili? Igen. Szili. De nem Nóra, hanem az te vagy. Figyelj csak, azért ez elég keményen hangzik. És az is, hogy a féltékenység ilyen erős tud benned lenni, ez még ma is így van? Most is van még benned? Én azt gondolom, hogy ez fény éveket szelídül. Tehát, hogy ez tényleg minimális lett. Én pontosan tudom, hogy a féltékenység az egy önbizalom hiányból fakad. És ez mitől van benned? Hát, tudom, én így születtem erre. Évtizedeken keresztül ünnepelt színésznő voltál, az ország egyik legismertebb arca, vagy most is nagyon szeretnek az emberek, most is itt vagy velünk. Mi van? Én azt gondolom, hogy ez tényleg sokat változott, Péter. Tehát, hogy elfogadóbb lettem, és azt gondolom, hogyha az én Péterem úgy gondolja, hogy mással jobb lenne, mint velem, akkor jó, nem mondom, hogy nem sírdogálnék, vagy akkor most megint kezdhetném előről, és 60 nem, pár nem, évesen, nem akkor, de nem érzem ezt. De nyilván ehhez mindig két ember kell, meg az is, hogy reményeim szerint azért ennyi évtized alatt, hogy én is fejlődtem, vagy változtam, és talán javamra is.